És a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Kedves testvérek, ezt a szentmise áldozatot a járvány megszűnéséért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelme, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Könyörögjünk. Istenünk, a te mérhetetlen kegyelmed gazdagon elhalmoz minket minden áldással. Kérünk, vezess át bennünket a régiből az új életre, hogy készen találja, amikor megnyitod előttünk dicsőséges mennyei országodat. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Dániel proféta könyvéből. Az ártatlanul halálra ítélt Zsuzsanna így imádkozott. Örök Isten, te ismered a titkokat és tudsz mindenről, még mielőtt megtörténne. Te azt is tudod, hogy hazug módon megrágalmaztak. Nézd, meg kell halnom, noha semmit sem követtem el mindabból, amit gonoszul rám fogtak ezek. Az Úr meghallgatta könyörgését. Amikor a vesztőhelyre vitték, az Úr felkeltette egy Dániel nevű ifjú szívében az igazság szent lelkét, úgy, hogy hangosan felkiáltott. Én ártatlan vagyok ennek az asszonynak a véreontásában. Erre az egész nép körülfogta és kérdőre vonta. Miféle szavak azok, amelyeket mondtál? Dániel megállt középen, és így válaszolt. Milyen ostobák vagytok ti, Izrael fiai! Anélkül, hogy vizsgálatot tartottatok, és a tényeket felderítettétek volna, elítélitek Izrael egyik leányát. Tartsatok újra ítéletet, mert ezek hamisan tanúskodtak ellene. Erre a nép sietve visszatért. A vének ekkor így szóltak hozzá. Ülj csak közénk, és okosíts fel bennünket, mert hiszen neked adta meg Isten az öregkor élet tapasztalatát. Dániel ezt válaszolta. Különítsétek el őket egymástól jó messzire, hogy kihallgathassam őket. Amikor elkülönítették őket egymástól, hívatta közülük az egyiket, és így szólt hozzá. Te megáltalkodott vén gonosztevő.
Most napvilágra kerülnek bűneid, amelyeket eddig elkövettél. Mert igazságtalan ítéletet hoztál, elítéled az ártatlanokat, és kutni engeded a gonosztevőket. Noha megmondta az Úr, az ártatlant és az igazat ne öld meg. Most tehát, ha csak ugyan láttad, mondd meg, milyen fa alatt láttad őket együtt. Azt felelte, mézga fa alatt. Dániel erre így válaszolt, bizony a vesztedre hazudtál. Isten angyala ugyanis középen ketté vág, mert ez az Isten parancsa. Majd félreállította ezt, és előhívatta a másikat. Így szólította meg, Kánaánnak vagy ivadéka nem Júdának. A szépség elcsábított, és a vágy eszedet vette. Így viselkedtetek Izrael leányával, s azok félelemből szóba is álltak veletek, Júda leánya azonban nem engedett gonoszságotoknak. Mondd csak meg nekem, milyen fa alatt kaptad rajta őket, hogy együtt voltak. Azt felelte, tölgyfa alatt. Dániel erre így válaszolt, bizony te is a vesztedre hazudtál. Az Isten angyala kardjával készen áll rá, hogy középen kettészeljen, és így kiírtson benneteket. Ekkor az egész sokaság hangos ujjongásba tört ki, és áldották az Istent, aki megmenti a benne bízókat. Ezután a két vénre rontottak, mert Dániel a saját szájukból igazolta, hogy hamis tanúságot tettek. Úgy bántak el velük, ahogyan gonoszságukban ők akartak elbánni embertársukkal. Ebben Mózes törvényei szerint jártak el, a véneknek meg kellett halniuk. Az ártatlan vér pedig megszabadult azon a napon. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. A halál sötét völgyében is bátran járok, nem érhet baj, mert ott vagy vélem. A halál sötét völgyében is bátran járok, nem érhet baj, mert ott vagy vélem. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Zöldellő mezőkön terelget engem, csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti. A halál sötét völgyében is bátran járok, nem érhet baj, mert ott vagy vélem. Az igazság ösvényén vezet engem, ahogyan ő megígérte. A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem. Biztonságodat vesződ és pásztorbótod. A halál sötét völgyében is bátran járok, nem érhet baj, mert ott vagy vélem. Számomra asztalt terítettél, hogy üldözőimet szégyen érje. Fejemet megkented olajoddal, serlegemet csordultig megtöltötted. A halál sötét völgyében is bátran járok, nem érhet baj, mert ott vagy vélem. Jóságod és irgalmad nyomon követ, életemnek minden napján. Otthonom lesz az Isten háza, mindörökké szünet nélkül. A halál sötét völgyében is bátran járok, nem érhet baj, mert ott vagy vélem. Én kegyes Jézusom, tisztítsd meg a lelkem. Én
kegyes Jézusom, tisztítsd meg a lelkem. Én nem kívánom a bűnös halálát, mondja a mi Urunk Istenünk, hanem hogy a bűnös éljen és hozzám térjen. Én kegyes Jézusom, tisztítsd meg a lelkem. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus kiment az olajfák hegyére. Kora reggel pedig újra megjelent a templomban. A nép köréje sereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá. Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék és vádolhassák. Jézus lehajult, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik, az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van. Aztán újra lehajult, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett, és megszólította. Asszony! Hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el. Senki, Uram, felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki, én sem ítélek el. Menj, de többé ne vétkezzél. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, az elmúlt időszakban valószínűleg egyikünk számára sem telt el úgy nap, hogy ne néztük volna meg az aktuális híradásokat, nem tájékozottunk volna arról, hogy ez a láthatatlan ellenség, amely most ránk tört, hogyan is közeledik felénk, és milyen hatása is van ennek a mi környezetünkben. Napról napra a televíziók, hírcsatornái beszámolnak az aktuális eseményekről, az operatív törzs tagjai, a tiszti főorvos asszony napról napra tájékoztat bennünket, és felhívják a figyelmünket azokra az óvintézkedésekre, amelyeket ebben a helyzetben meg kell tennünk. Saját egészségünk és környezetünk megóvása érdekében. Fontosnak tartjuk ezeket a beszámolókat. Fontos számunkra az, hogy ezekről tudomást szerezzünk, és fontos, hogy jól informáltak legyünk mindezekkel kapcsolatban. De mindemellett úgy gondolom, hogy érdemes lenne odafigyelnünk arra a tanácsra, arra a meglátásra, arra a hozzászólásra is, amit ebben az élethelyzetben a mi szerető mennyei atyánk, az Isten üzen nekünk. Hiszen ő sem burkolózik hallgatásba, ő sem figyeli ölbetett kézzel a mi vergődésünket, a mi bajainkat. Az Isten nem
fúj visszavonulót önmagának akkor, amikor szeretett teremtményei, az emberek bajban vannak. Mit is üzenő nekünk? Hol találhatunk rá az ő bíztatására, bátorítására, véleményére? Hát a kinyilatkoztatásban, a Szentírásban. Minden nap az evangélium szavaival erősít, bátorít és vigasztal bennünket. Szeretem magam elé képzelni azokat a bibliai történeteket, jeleneteket, amelyek arról számolnak be, hogy a Jóisten hogyan viszonyul az emberhez akkor, amikor az bajban van. Szeretem felidézni Isten választott népének az életét, sorsát akkor, amikor az egyiptomi fáraó rabszolgaságában sínylődik, kényszer munkára ítélve, embertelen körülmények között, és látszólag úgy tűnik, hogy az Isten magára hagyja őket, nem érdekli őt, népének sorsa, jövője, és mégis az Isten szépen lassan bontakoztatja ki az ő tervét a nép előtt, és küldi el számukra a szabadítót Mózes személyében. Mózes, aki Egyiptomban születik, aki a fáraó udvarában nevelkedik, és aki mégis a népnek a szabadítója lesz, mert Isten megszólítja, mert Isten elküldi őt a népéhez, hogy felemelje a népet, hogy Isten vigasztalását, Isten segítségét közvetítse számukra, és Isten segítségével kivezesse a népet az egyiptomi rabszolgaságból. Milyen szép Istennek a gondoskodó szeretete, amelyet népe között végbe visz. De aztán még a történelem során hányszor és hányszor került bajba, nehéz helyzetbe Isten választott népe. És Isten mindig gondoskodott arról, hogy a népet megmentse, megszabadítsa. Ott vannak a kiválasztott bírák például, Sámson, a hatalmas, erős hadvezér, aki Isten erejével, Isten segítségével megmenti a népet a filiszteusok szolgaságából. Aztán nagyon szeretem felidézni József történetét. Jákob fia, akit testvérei meggyűlölnek, mert úgy gondolják, hogy apjuk jobban szereti Józsefet, mint őket. És ez a gyűlölet arra indítja őket először, hogy megöljék, hogy eltüntessék a föld színéről, aztán mégis megkegyelmeznek neki, és eladják. Pénzzé teszik a testvérüket. Kérdezhetnénk, hogy az Isten miért engedi meg ezt? Isten miért engedi meg a rosszat az ő népének az életében? Úgy gondolom, hogy egy nagyobb jó érdekében, egy nagyobb jó kibontakozása, kibontakoztatása érdekében teszi ezt. Hiszen József Egyiptomba kerül. A testvérei eladják, de az Isten nem hagyja magára őt. Az Isten fölemeli, naggyá teszi. Az egyiptomi uralkodó maga mellé veszi. És Isten felhasználja ezt a rosszat arra, hogy népét megmentse, hogy az ő népét fölemelje. József által szabadítja, menti meg az ő népét. Ilyen szép, ahogyan végigvonul az egész Szentíráson Istennek
Ez a gondoskodó szeretete, jósága akkor, amikor a nép bajban van, amikor a nép szenved, amikor a nép elnyomás alatt áll. És aztán az új szövetség. Olyan szép példázatokkal szemlélteti Jézus, az Atya Istennek az emberhez odaforduló jóságát, szeretetét. Hogyha csak az elveszett bárány történetére gondolunk, amikor arról van szó, hogy a 100 közül egy elcsatangol, és a pásztor ott hagyja a 99-et, és elmegy, hogy fölkutassa, fölkeresse azt az egy elveszettet. Amikor megtalálja, vállára veszi, hazasiet vele, és ünnepet rendez. Ez a történet milyen szépen mutatja be Istennek a szeretetét. Nem hagyja, nem engedi, hogy egyetlen egy ember is elvesszen. Sőt, már kockáztatni, ott hagyni a 99-et, és elmegy, hogy megkeresse azt az egyet. Kockára teszi azoknak az életét, sorsát, ezért az egyért, és aztán megünnepli. Isten ünnepet rendez azért, hogy az ember megmenekül, megszabadul. A mai evangéliumot nézzük, ugyanerről van szó. Akár az ószövetségi részből, ahogyan Zsuzsannát bevádolják, igazságtalanul megrágalmazzák, és a törvény alapján halálra ítélik. Az Isten pedig Dániel próféta által megmenti ezt az asszonyt, igazságot szolgáltat. Aki bízik az Istenben, aki mer ráhagyatkozni, azt az Isten megszabadítja. És itt van a házasságtörő asszony az új szövetségben, János evangélista leírásában hallottuk, hogy a farizeusok odarángatják Jézus elé, a törvényre hivatkoznak. A mózesi törvény alapján meg kell kövezni, el kell pusztítani, te mit mondasz? És Jézus ezt az asszonyt fölmenti, megmenti, az ő irgalmával, szeretetével fölemeli. Jézus nem hagyja, hogy a törvény alapján az emberek elpusztítsák egymást. És milyen szép mindkét asszony esetében, hogy nem háborognak, nem méltatlankodnak, hanem Istenre hagyatkoznak. És ez az Istenre való ráhagyatkozás az, ami megmenti az ő életüket. Kedves jó testvérek, látjuk, hogy milyen sokszor bajban van Isten népe. És azt is látjuk, hogy az Isten mindig a bajban lévő ember mellé áll. Mert Isten nem akarja az ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Most mi is bajban vagyunk. Egy láthatatlan ellenség üldöz bennünket. Üldözöttekké váltunk. Nem igazán szeretünk ilyen szerepben lenni. Jobban szeretünk üldözni. Jobban szeretünk másokat megvádolni, vagy akár megrágalmazni, ahogy a mai szentírási részekben is hallottuk. Nagyon szeretünk mások üldözőjévé válni, mint sem üldözöttekké. Hát most az üldözöttek szerepében vagyunk. És mi ebben a helyzetben a mi feladatunk? Kereshetjük az okokat. Miért tört ránk ez az ellenség? Honnan jött? Ki szabadította ezt ránk? Miért érdemeltük mi ezt meg?
Olyan sok véleményt hallunk. Annyi butító vélemény. Ránk szabadították valahonnan Kínából. Szándékosan, tudatosan. Meg akarják tizedelni az emberiséget. Gazdasági okok miatt. Mások Istenre mutogatnak. Az Isten megbüntetett. Most az Isten megmutatja az ő hatalmát, hogy lám, lám, bűnösök vagytok, letértetek a szeretet útjáról, na majd most én megmutatom nektek, hogy ki az Úr a háznál. Mennyire torz Isten kép. Mennyire eltér a kinyilatkoztatás, a Szentírás Isten képétől. Istent egy büntető, egy megtorló Istenként beállítani. Ne engedjük, hogy eltorzuljon a hitünk. Ne engedjük, hogy az Istenbe vetett bizalmunk és szeretetünk meggyengüljön ebben az időszakban. Hanem merjünk ráhagyatkozni. Merjünk hittel beléje kapaszkodni. Merjünk bízni benne, hogy ő nem akarja a mi pusztulásunkat. Ő a mi oldalunkon, a mi pártunkon áll. Isten nem pártolt át a gonosznak az oldalára. Isten nem hagyja el az embert, nem hagy cserbe bennünket. Isten közel van hozzánk, és leginkább akkor, amikor bajban vagyunk, amikor szenvedünk, amikor kilátástalan a helyzetünk. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy ne azt keressük, hogy miért tört ránk ez az ellenség, hanem keressük azt, hogy ebben az élethelyzetben hogyan tudunk emberek maradni, hogyan tudunk még inkább szoros kapcsolatba kerülni az Istennel, ezt a helyzetet hogyan tudjuk úgy felhasználni, hogy az a saját életünk fejlődését, javát szolgálja? Hogyan tudom úgy megélni ezt az élethelyzetet, hogy ez ne egy terméketlen időszak legyen az én életemben, hanem termővé tegye életem és társadalmunk földjét is? Pár nappal ezelőtt hallottam egyik paptársamtól, hogy most azok a férfiak vannak bajban, akik mindig azt mondogatták a feleségüknek, hogy majd ha időm lesz, akkor megcsinálom. Hát most van idő. Most sok mindenre van idő. Mi az, amit eddig elhanyagoltam? Mi az, amire eddig nem szántam elég időt, mi az, ami az én életemből eddig hiányzott, de most lehetőségem van arra, hogy ezt megteremtsem. Olyan sok szépet és jót tartogat számunkra az élet. És ezt az időt most felhasználva, kihasználva tehetünk azért, hogy értékesebbé, gazdagabbá tegyük az életünket. Többet törődni egymással, családtagjainkkal, gyermekeinkkel, többet beszélgetni, többet játszani, a természetben sétálni, felfedezni a természetnek a szépségét, fölidézni régi emlékeinket, elővenni a régi családi albumokat, végignézni a fényképeket, fölidézni az azokhoz kapcsolódó emlékeinket, stb. Most van időnk. Azzal rendelkezünk, ami a legdrágább. Idővel. Most nem kell rohanni. Most nem kell kapkodni.
Most nem kell elsietni a dolgokat. Most mindent nyugodtan, higgadtan, szépen megvalósíthatunk. Tegyük meg. Ne engedjük, hogy ez az idő úgy múljon el az életünkben, hogy terméketlen, üres, hiába való. Töltsük meg gazdagsággal, töltsük meg jósággal, töltsük meg szeretettel. És ha megtöltjük ezt az időt, akkor hiszem azt, hogy erre majd visszaemlékezve nem egy olyan időszak jut eszünkben, amikor szegényebbekké váltunk, hanem egy olyan alkalma az életünknek, amiről elmondhatjuk, hogy gazdagabbakká tett bennünket. Amen. Mindenható mennyei Atyánk, a Te akaratod szerint peregnek életünk percei, fogadd el könyörgéseinket, amelyekkel most a járvány idején magunk, beteg és elhunyt testvéreink számára irgalmasságodat kérjük. Imádkozzunk a világi és egyházi hatóságokért, hogy hatékony intézkedéseket hozzanak az emberek védelmére és a vírus hullám megfékezésére. Kérünk Téged, hallgass meg minket! Imádkozzunk a betegekért, Isten adjon erőt nekik és családtagjaiknak ahhoz, hogy legyőzzék a kort és átvészeljék a nehéz pillanatokat. Kérünk Téged, hallgass meg minket! Imádkozzunk az orvosokért és az ápolókért, akik közvetlenül gyógyítják ezt a betegséget, adjon nekik az Isten nagy bátorságot, egészséget és bölcsességet a betegekkel való munkában. Kérünk Téged, hallgass meg minket! Imádkozzunk a kutatókért, akik igyekeznek gyógymódot találni és védőoltást kifejleszteni, hogy világosítsa meg őket a Szentlélek és találják meg a választ a koronavírus gyógyítására. Kérünk Téged, hallgass meg minket! Imádkozzunk a politikai vezetőkért, Isten segítse őket, hogy az emberek egészségét minden gazdasági és politikai érdekek elé helyezzék. Kérünk Téged, hallgass meg minket! Imádkozzunk azokért, akik ebben a betegségben elhunytak, a jó Isten fogadja be őket végtelen irgalmába. Kérünk Téged, hallgass meg minket! Végül bizalommal kérjük Istent, adjon békét az egész világnak, hogy az emberiség az ő kegyelmével és közös erőfeszítéssel felülkerekedjen a fenyegető veszélyen, és ez elősegítse a valódi együttműködés és testvériség szellemét. Kérünk Téged, hallgass meg minket! Istenünk, emberi gyengeségünk egyedüli támasza, mutasd meg segítő hatalmadat rajtunk és beteg testvéreinken, hogy irgalmad erejéből a járványtól megmeneküljünk, és egészségben örvendhessünk egyházadban Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kenyeret zsort áldozatul, felajánlván te neked, kérünk add meg bőjutalmul, megtérésre szent kegyed. Krisztus testes vére által, mit a kenyér s bor jelent, ad, hogy küzdvén a halállal, nyerjünk ma bért odafent. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
Engedd Istenünk, hogy amikor bemutatjuk a szent áldozatot, felajánlhassuk neked testi vezeklésünk gyümölcseként, lelkünk tisztaságát és örömét Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert testi böjtölésünkkel a bűnt fékezed, felemeled a lelket, szent erőt és jutalmat bőven adsz Krisztus a mi Úrunk által. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek, az ég erői és a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, Hozsánna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testemmel értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kenyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért, fiat, halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Gellért püspökkel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünké lett, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk. Ezért kérjük, nem vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor, és a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Imádlak, nagy Istenség, testvér titkos mély szentség, leborulva. Itt van Isten, s emberség, véghetetlen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, áldott szentséged megerősített minket,
Add, hogy bűneinktől újra meg újra megtisztulva egyre közelebb jussunk hozzád Krisztus követésének útján, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Boldog asszony anyánk, régi nagy pátronánk, nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk, Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el, szegény magyar.